az embernek gyerekkorában leghamarabb egy valamilyen erkölcsi értékítélete alakul ki, és ez az, ami maradandó. Másokkal szemben is, magával szemben is követelje meg a legtöbbet, és adja a legtöbbet. Karcsi a 70-80, a 80-as évek vége felé elkezdett nagyon romlani az látása. Úgy rajzolt, hogy letette a ceruzát, húzta a vonalat, és ha nem szóltunk közbe, vagy nem szólt a telefon, és nem hagyta abba a vonalhúzást, akkor gyönyörűen rajzolta. Tudta az összefüggéseket, tudott folytatni. Ha megszakítottuk, akkor nem tudta folytatni a rajzot, mert nem látta. Nem tudta, hova tegye vissza a ceruzát. Én sosem egy szakmát, annak a fogásait, trükkjeit, tudását akartam átadni, hanem egy bizonyos fajta magatartást, ezt példamutatás nélkül nem lehet elérni. Tehát, ahol esetleg én rossz tanár voltam, akkor abban az esetben ott én rossz példát mutattam. Remélem, ez kevés esetben fordult elő. Ő neki az volt a kívánsága, hogy ne legyen temetés, ne legyen semmiféle különleges búcsúztatás, legyen elhamvasztva és legyen itthon az urnája a kertbe. És egy ilyen furcsa kívánsága volt, hogy ha valaki meghal a családból, az adja előtte tovább őt a még élőnek, és az utolsó pedig dobja be az urnát egy építkezés alapjába. Nem igazán végig gondolt dolog volt, de hát majd ahogy adódik. Korábban mindig az volt a kérése, hogy Vértes Kozmán, a temetőbe a nagy fa körül legyen elszórva a hamba. Thank you.